Jó reggelt kívánok! Ez a csendes percek, és folytatjuk Bartimeus történetét. Amikor a sokaság el akarta hallgattatni, ő annál inkább kiáltott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Aztán Jézus megállt, és a környezet már más szavakat mondott Bartimeusnak, bízzál, kejj fel, hív téged. Tegnap a bizalomról volt szó. Ma szerették erről beszélni, hogy kej fel, mozdulj, tedd meg az első lépést. Ha beakad valahol az életünk, nagyon fontos az, hogy tudjuk úgy összeszedni magunkat, hogy az első lépést tudjuk megtenni, főleg Jézus felé. De tudjuk megtenni, ha bocsánatot kell kérni, vagy meg kell bocsájtani, vagy rendezni kell valamit, az első lépést megtenni, és amikor kilépünk, akkor már könnyebb lesz a második, harmadik, és aztán már a dolgok tudnak működni és tudnak felépülni. Egy alkalommal vonaton utaztam, és szembe ült velem egy hölgy, akinek a barátnője jó messzire tőle mögöttem ült, és ők beszélgettek egymással, ami volt éppen egy kiabálás volt. És aztán jött az a gondolatom, hogy Fölállok és átadom a helyemet, hogy a barátnők normálisan tudjanak beszélgetni egymással. Úgy végiggondoltam, hogy milyen tényleg, milyen jó, szép, jó cselekedet lesz ez, és úgy egyébként is hívő ember vagyok, meg még pásztor is vagyok, és így szépen így végiggondoltam, és már úgy éppen akartam mozdulni, amikor ott egy fiatal ember, fölállt, és ezt a hölgyet invitálta, hogy üljön oda a helyére, és ő ült velem szembe. Kicsit neheztelve néztem erre a fiúra, mert ez az én projektem volt. Én akartam fölállni, én akartam jó cselekedetet végrehajtani, és ő megelőzött engem. A következő megállónál nagyon sokan felszálltak, és ilyenkor, akik megállnak mellettünk, nézegetjük, hogy na, milyen korúak, át kell adni a helyet, vagy nem kell átadni a helyet. Hát én is mustrálgattam, aki megállt mellettem, és ez olyan, olyan gyanús volt, hogy kicsit igen, kicsit nem, ezen gondolkoztam, átadom a helyem, talán tényleg hát át kéne adni, fiatalabb vagyok, jobban tudok állni, meg aztán hívő, ő is vagyok, meg még pásztor is, és ezt úgy végiggondoltam, végig imádkoztam, döntésre jutottam, de mikor akartam mozdulni, akkor az a fiatal ember fölállt és átadta a helyét, és én egy kicsit már még mérkesebben néztem rá, mert Megint lenyúlta. Én mozdulni akartam, de ő lépett helyettem. És aztán megkoronázta ezt az egészet az, amikor srélen szembe velem egy néni le akart szállni, alacsony volt, és a csomagját akarta a csomagtartóból levenni, ugrálva próbálta lepiszkálni, néztem, sikerül -e neki, drukkoltam neki, imádkoztam érte. Aztán arra gondolatra jutottam, hogy én magas vagyok, simán leszedhetném gondoltam végig, hogy, hogy milyen szép dolog lenne ez, egy jó tett lenne végre, és meg egyébként is hívő vagyok, és pásztor is, de ez a fiú mozdult megint. Belépett, odanyúlt, levette, és még le is kísérte, és le is adta a csomagot neki. Annyira jó volt, hogy a következő megállónál már leszállhattam, mert, mert valahol nagyon rosszul éreztem magam. Én mindig csak elterveztem, hogy lépni fogok, de de igazán nem léptem. És csak terveim voltak, nem tudtam kilépni, nem tudtam az első lépést megtenni. És tudom azt, hogy sok ember küszködik ezzel, akár Isten felé, hogy nem tudja az első lépést megtenni. És most bátorítalak, hogyha ha valamit ki kéne mondani Istennek, bocsánatot kéne kérni, tedd meg az első lépést, szólítsd meg őt, vagy valakihez kell, kellene menni, rendezni kéne valami tedd meg az első lépést, lépj ki, ne várd, ne el a kedvező lehetőségeket, hanem lépjél. És ahogy kilépsz, a lépéseidet Isten meg fogja áldani. Bartímeus is, ahogyan kilépett és ment oda Jézushoz, és vakon is oda talált, mert aki Jézus felé megy, az még vakon is oda talál. És megtette az első lépést, és aztán Jézusnál jött a gyógyulás, jött a helyreállás, az életének a kiteljesedése. Kívánom, hogy a amiben lépned kell, ne gondolkozzál tovább, hanem lép ki még ma, ha az ő szavát, biztatását hallod, még ma lépjél, tedd meg az első lépést. Köszönöm, hogy velem voltatok, és áldott napot és győztes napot kívánok a mai napra is.